Szerdán lezárták a gyalogos járdákat a Lánchídon, elindul az évek óta húzódó felújítás. A közúti forgalomnak várhatóan 2022. decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig zárva maradnak. Magyarország egyik legfontosabb kulturális örökségét és szimbólumát nettó 18,8 milliárd forintért rekonstruálják. Séta a Lánchídon egyedül vagy épp kutyával. Utoljára szerdán volt erre lehetőségük az embereknek, mielőtt a kivitelező megkezdte a pesti és a budai hídfő elkordonozását a híd teljes körű rekonstrukciója előtt. Erre tábla is figyelmezteti a gyalogosokat. A mai naptól 30 hónapig nem léphetnek gyalogosok a Lánchídra. Ez idő alatt számos felújítást végeznek el a hídon. Több gyalogost is megkérdeztünk, hogy mit gondolnak a projektről. Hát szerintem itt volt az ideje. Örülök neki nagyon. Végre megtörténik. Harmadszor életében. Kívülről nézve inkább itt, ahogy sétálunk rajta, én úgy gondolom, hogy látszik az idő, hogy megjárta már az idő vasfogát, úgyhogy úgy gondolom, hogy külsőleg látszik felújítás. Az aljáról nem tudok nyilatkozni, azt nem látszik. De biztos, hogy ott is van probléma, időt múlt. A kivitelező tájékoztatása szerint a látványos építési munkákra még várni kell. Mostantól néhány hétig ugyanis előkészítő munkákat, vizsgálatokat és felméréseket végeznek a szakemberek. Nyáron aztán a közúti forgalom elől is lezárják a hidat, amiről a Budapesti Közlekedési Központ térképpel tájékoztatja az embereket. Március 17-től a gyalogosok nem használhatják majd a Lánchidat, június közepétől pedig várhatóan az autós forgalom elől is elzárjuk majd a hidat. Az autósok egészen 2022. decemberéig kell, hogy kerülőutat válasszanak, a gyalogosok pedig egészen a projekt végéig, tehát 2023. szeptemberéig nem használhatják az átkelőt. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa tavaly októberben megerősítette, támogatja a 6 milliárd forintos támogatási keretösszeg Lánchídra való felhasználását. A főpolgármester helyettes most azt mondta, ez egyelőre csak ígéret, a pénz még nem érkezett meg. Ezt a 6 milliárdot egyelőre csak ígéret szintjén látjuk, de még semmi konkrétumot ezzel kapcsolatban nem kaptunk. Ugye se pénzt, se egy megállapodást még a kormányzattól nem írt alá. Úgyhogy mi ezt várjuk továbbra, és továbbra is ez az áfája gyakorlatilag a beruházásnak, az, amit mindenképpen befizetnénk a központi költségvetésbe azért, mert felújítjuk a hidat. A híd felújítása bruttó 26,75 milliárd forintból valósulhat meg. A cél, hogy Budapest a 150. születésnapjára 2023-ban egy megújult Lánchidat kapjon vissza.